Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, kedves barátaink, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai fórumon. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem dr. Simicskó István országgyűlési képviselő urat, a KDNP alelnökét, frakcióvezetőjét. A mai rendezvényünk előadóját tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándor urat, városunk, térségünk országgyűlési képviselőjét. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, Kuba Imre urat, a Jászlókun Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Tisztelettel köszöntöm a Karcagváros önkormányzat képviselő testületének tagjait, és természetesen a környező települések polgármestereit, és valamennyi képviselőtestületi tagot, és külön hangsúlyozom, hogy polgármestereit, és fölkérem F. Kovács Sándor urat, hogy egy közérdekű bejelentést rögtön itt a rendezvény elején, hiszen azért hétvégén történt egy hatalmas esemény itt a választókerületben. Üdvözlöm vendégünket, dr. Simicskó István, országgyűlési képviselő urat, honvédelmi minisztert, és hogyha nem is lett volna ilyen aktuális a mai világ esemény, akkor is szívesen láttuk volna, hiszen a világ dolgairól olyan egyenesen, olyan közérthetően gondolkodik, amit bármikor érdemes meghallgatni, de ilyen alkalommal, amikor forr a világ körülöttünk, és az ő szakterülete a honvédelem és a hazavédelme, én azt gondolom, hogy még fontosabb az ő előadása, és még fontosabb az ő tisztánlátása. Csak egy rövid időre kértem a figyelmet, hiszen, ahogy mondta polgármester, egy közérdekű bejelentést szeretnék tenni. Bizonyára az itt ülők mindannyian értesültek róla, hogy hétvégén időközi önkormányzati választás volt tőlünk nem is olyan messze, Kenderesen. Polgármestert és képviselőtestületet választottak. És hát ebbe a körzetbe hozzá vagyunk szokva, hogy az elvégzett munkának, az elvégzett kemény munkának azért megszokott lenni a gyümölcse. És tudjuk azt, hogy nem a szerencse, nem a jó hullám, hanem az elvégzett munka hozza meg ennek a gyümölcsét. És örömmel jelenthetem be mindenkinek, hogy Kenderes városába Barabásné Forgács Edit lett a Fidesz képviselője, vagy bocsánat, polgármestere, majdnem 70%-os győzelemmel. Én innen is gratulálok neki, és ami habatortán, vagy igazából tudjuk azt, hogy jó az, hogyha egy település vezetője jó rátermett és a mi csapatunk tagja. A 6 tagú képviselőtestületbe mind a 6 fideszes képviselő bejutott. Ezúttal is gratulálok nekik, és jó munkát kívánok, és kívánom azt, hogy eredményes munkájuk legyen, és tudjuk segíteni mindannyiunk a tapasztalatával, munkájával, hozzáértésével őket. Úgyhogy innen is gratulálok a kenderesieknek, megmutatták, hogy Kenderes egy jó jobboldali város, és visszatért a fejlődés útjára. Röviden ennyit szerettem volna mondani, mert a jó hírt ugyan már hallottuk, de azért jó többször is hallani. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen képviselő úrnak, és ahogy a kivetítőn is látszik, a mai előadás témája, és a legfontosabb, amelyről a ma este beszélni szeretnénk, az, hogy mondjunk nemet a szankciókra, hiszen azt gondolom, hogy jelenleg ez a legégetőbb kérdés, hogy a Brüsszel a szankciókkal, ugye a háború lezárását ígérte, de ez még a mai napig nem történt meg, sőt egyre nehezebb a gazdasági helyzet, amely egész Európát, és hát nyilván köztem Magyarországot, és természetesen Karcag városát is sújtja, úgyhogy azt gondolja a karcagi képviselőtestület is, hogy nem újabb szankciókra van szükség, hanem igen komoly és minél hamarabbi béketárgyalásra. Az elmúlt képviselőtestületi ülésen, egy soron kívüli képviselőtestületi ülésen a Karcagváros önkormányzata képviselőtestülete elé terjesztettük azt a nyilatkozatot, amellyel elutasítjuk ezeket a szankciókat,
Engedjék meg, hogy felolvassam, mert hogy az az apropója is van annak a nyilatkozatnak azért, hogy amikor beterjesztésre került a képviselő testület elé, akkor néhány ellenzéki képviselő fölállt és kikérte magának. Nyilván ez volt az országosan elvárt narratíva. Aztán, amikor szavazni kellett, akkor megszavazták, tehát azért ők is elfogadták. Nyilván tudatában voltak, gondolom én, hiszen minden döntésüknek tudatában vannak, és oda szoktak figyelni azért ezekre, megszavazták. Tehát a következőről szól a nyilatkozat. Hazánk polgárai súlyos veszteségek és küzdelmek árán tanulták meg, hogy legnagyobb értékünk a béke, a független, szabad Magyarország. Ezt a függetlenséget, békét és szabadságot, a kivívott és megóvott értékeinket ássa alá az orosz-ukrán háború. Az európai szankciós politika nem érte el célját, nem képes valódi segítséget nyújtani, és a háborúnak sem lett vége. A drasztikusan emelkedő energiaárak pedig veszélyeztetik intézményeink megfelelő működését. Karcagváros önkormányzata kinyilvánítja, hogy nem ért egyet azokkal a háborúra adott elhibázott brüsszeli válaszokkal, melyek folyamatosan legyengítik, kiszolgáltatottá teszik egész Európát és benne hazánkat. Ezért Karcagváros önkormányzata támogatja, kéri és felhatalmazza Magyarország kormányát, hogy kizárólag az ország érdekeit szem előtt tartva folytassa tárgyalásait az Európai Unió elhibázott szankciós politikájával szemben a brüsszeli egyeztetéseken. Úgyhogy ezt a nyilatkozatot, amelyet a képviselőtestület, hangsúlyozom, egy ellenszavazattal, tehát ellenzéki szavazatokkal együtt fogadta el, ezt a nyilatkozatot és az erről szóló határozatot szeretném átadni F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak, hogy juttassa el a miniszterelnökségre, miniszterelnök úrnak, és ezzel is támogatásunkat fejezzük innen Karcagról. Nagyon röviden. Azt mondanám, hogy ez egy értékes dokumentum, és hát tudjuk azt, hogy egy műalkotásból egy van, akkor értékes. De ebből a nyilatkozatból nem egy, nem kettő, hanem 2000 van Magyarországon. 2000 polgármester és önkormányzat írta alá ezt a nyilatkozatot. Ebből is látszik, hogy Magyarország békét akar, és nem szankciót. Köszönöm szépen polgármester úrnak, köszönöm szépen a karcagi képviselőtestületnek. El fogom juttatni. És hogy mi is a tétje, tehát egy picit azért számokban is, nyilván itt azt gondolom, hogy nagyon sok polgármester be tud számolni a saját településén arról, hogy milyen helyzetet teremtett az orosz-ukrán háború és azok a brüsszeli szankciók. Én azt gondolom, hogy ha csak nagyon röviden kell arról beszélnünk, hogy Karcagot hogy érinti, akkor szembetűnő is láthatjuk azt, hogy városunkban is azért jelenleg is folynak fejlesztések, komoly fejlesztések valósultak meg a kormány támogatásával, és nyilvánvalóan szeretnénk folytatni ezeket a fejlesztéseket, de ez az energiaválság, ez azért nagyon komolyan érint bennünket. És hogy számokban is ezt azért kifejezzem, ha arról kell beszélnünk, hogy idén az áram és gáz költségünk, pedig azt gondolom, hogy minden olyan lépést megtettünk, amely előre látható volt, hiszen az intézményeinket fűtéskorszerűsítéssel próbáltuk korszerűsíteni, napelemeket tettünk, ugye a közvilágítást teljes egészében megújítottuk az elmúlt hetekben, de ezzel együtt is ebben az évben közel 150-180 millió forinttal nő az energiaárak miatt a költségvetési kiadásaink, és ha ezt jelenlegi árakkal számoljuk 2023-ra, akkor nagyjából ez egy 500 milliót jelent Karcag városában. Nyilván gondolom, hogy hasonló számokkal tudnak a jelenlévő polgármesterek is alátámasztani ezeket a szankciókat. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, és nyilván erről fog szólni a ma este, a legnagyobb szükség az, hogy béke legyen, és hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborúból. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, engedjék meg, hogy fölkérjem dr. Simicskó István országgyűlési képviselő urat előadásának megtartására. Szeretettel köszöntöm Önöket, köszönjük, hogy eljöttek erre a mai beszélgetésre. Nyilván, hogyha lesznek kérdések, azért utatom, hogy beszélgetés, nem csak az én előadásomat kell meghallgatni, hogyha vannak kérdések, igyekszünk majd ezekre is választani. Mindig szívesen jövök Karcagra, a Nagykunság fővárosába, és ez egy gazdag nap, hiszen
Mint a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, van ilyen társadalmi megbízatásom is. A Bátrak Ligája rendezvénysorozatnak adott helyet ma Karcag városa, polgármester úr és Sanyiék barátaim, hogyha így fogalmazhatok, Fazekas miniszter úr és F. Kovács Sándor képviselőtársam. 10 iskola vett részt, nem csak karcagiak, hanem karcag környékbeliek, és sőt, még Beletyújfalúról is érkeztek iskolások, 7-esek, 8-osok, és egy sajátos katonai akadályversenyen vehettek részt, nyilván kaphattak értékes sportszervásárlási utalványt is az iskolájuk számára felhasználható módon. Ezt követően a református középiskolában voltunk, ahol megnézhettük a mostan indult kadétképzést, szeptemberben indult kadétképzést, amit még volt szerencsém miniszterként elindítani 2017-ben. Akkor 3 középiskola jelentkezett erre, most már több mint 120 iskola tart igényt a kadétképzésre középiskola. Ugye a Honvédelmi Sportszövetségben képezzük a katonai mentorokat, és minden osztály, illetve évfolyamonként egy-egy osztály ezekben az iskolákban, akik szerződnek a Magyar Honvédséggel, hát kapnak egyfajta katonai mentor képzést, és ezeket a fiatalokat is mi készítjük föl az élet nagy kihívásaira. Ugye van mit behozni, hiszen a szocialista szabadalapot a kormányok megszüntették az összes katonai középiskolát Magyarországon. Ahhoz képest most van egy Kratofil, ahhoz képest van 120 középiskola, ahol kadétképzés zajlik. Tehát ezek is fontos dolgok. És ha vannak ilyen fiataljaink, mint akiket ma is itt láthattam és találkozhattam velük, akkor természetesen van jövője Magyarországnak, hiszen bátorság kell mindenhez, kellő akarat kell, akaraterő kell mindenhez, és az élet küzdelmeiben jó, hogyha föl vagyunk vérte az olyan képességekkel, amelyekkel nehéz helyzeteken is úrrá tudunk lenni. Vagy legalábbis esélyünk van a túlélésre. Na most, mielőtt belekezdenék az előadás konkrét témájába, majd az egy kollégám fog itt segíteni léptetni a képeket. Mégis hadd kezdjem azzal, hogy beszéljek 3 olyan CIO-ról, CIO-ra végződő, most nem a vakár CIO-ra gondoltam, mindannyian voltunk iskolások, amikor írtuk a táblára folyamatosan napról napra, amikor véget ért vagy lassan közeledett az év vége, és a vakáció eljövetele. Elsősorban arról, hogy elhelyezzük a szankciót, meg a szankciós politikát, a globalizáció és a migráció mindenképpen ide tartozik. És hogyha egy ilyen helyzetet megpróbálunk elemezni, abban jutottunk, amivel került Európa vagy a világ, amikor számos figyelmeztető jelzést vettünk már észre korábban is, amikor csak a Henry Kissinger könyvét fölcsaptuk, és ott van az új világrend kialakításának a képe. Talán 10 évvel ezelőtt, vagy még korábban írta. És amikor, mondjuk én nem vagyok egy jó tehetség, de mondjuk 2008-ban elkészítettem egy hadtudományi értekezést, egy PhD értekezést az Rényi Nemzetvédelmi Egyetemen, akkor utaltam arra, hogy illegális tömeges migráció az egyik fontos veszélyforrás, amivel szembesülnünk kell majd az elkövetkezendő években. És ez bejött. Nem akarok profétikus lenni, de és ez meg végképp nagyon jön be, de én nemmel szavaztam az uniós csatlakozásra is. Biztos, hogy nem nekem volt igazam, biztos, hogy sok forráshoz hozzájutottunk, ebben az évben azonban nem sokhoz. És az elmúlt években sem. Akár a migráció megállítására sem adtak forrásokat, csak minimális pénzt. És most látjuk, hogy milyen, hát hogy mondjam, barátságtalan gesztusokat tesznek, miközben nekünk be kell fizetni a Magyarországra befolyt vámokat. Ez durván olyan 600-620 milliárd forint évente. Ha egy napot késünk az Európai Unióból befizetéssel, akkor büntető kamatot vetnek ki ránk. De hogyha ők nem fizetnek hónapokon keresztül, semmilyen jogkövetkezménye nincsen. Tehát egyenlő pályák, egyenlő esélyek. És én úgy voltam ezzel a háború vagy béke kérdéskörével, nyilván nálam sokkal inkább műveltebbek, és klasszikus Tolstoj is fogalmazott meg egy ilyen nem is egyszerű kis regényt, hogy lesz-e háború vagy sem. Én abból indultam ki 2014-15-ben, hogy 14-ben annektálták az oroszok a Krím-félszigetet. És nagy valószínűség orosz szempontból, hogyha azt a manővert végrehajtják, amit most próbáltak meg, akkor meg is tudták volna csinálni. Tehát azt a 4 megyét, amit hát eléggé keserves harcok árán, sok-sok áldozattal sikerült úgy, ahogy uramunk alá hajtani,
azt akkor az akkori szinten meg tudták volna tenni. Nyilván a világ fölhabarodása nagy lett volna, de így is nagy volt a Krím-félsziget kapcsán. Ugyanis a Krím-félsziget nem látható el ivóvízzel, csak a szárazföldről. És az ukránok elzárták az ivóvízcsapokat pillanatok alatt. És ugye az oroszok, az orosz embereket, akik a Krím-félszigeten éltek, ivóvízzel, tankerhajókkal tudták csak ellátni. Tehát ebben benne rejlett az, hogy lesz folytatás. Az, hogy mikor, milyen módon, hogy alakul a nemzetközi helyzet. Közben persze kijöttek az amerikaiak, meg mi is, a NATO is, meg a szövetségeseink Afganisztánból. Ezt talán gyengülésnek értelmezték az orosz politikusok, vagy akár Putyin is maga. És a történelmi pillanatot úgy érezték, hogy most fog bekövetkezni. Nem vontak össze jelentős erőket. Valószínűleg leértékelték, rossz volt a hírszerzés, ezt is mondhatnám talán, hogy nem volt korrekt teljesen. Nem mérték föl azt a potenciált, ami itt a 2014-től az amerikai, a brit és a lengyel és egyéb más NATO tagországok az ukrán hadsereg megerősítése folytottak. Egy 180 ezer fős haderőt vontak össze az oroszok egy teljes offenzívához, hogy egy 600 ezer négyzetkilométer területtel bíró Ukrajnát hát harapófogóba fogjanak, és mondjuk Kijevet is körbezárva az Zelenszkij féle, erről is van persze megjegyzésünk, de most ezt hagyjuk meg magunknak, az Zelenszkij féle politikai életet hát elzavarják. Ez nem sikerült. Az, hogy hogyan zárul a háború, meg mikor, erről is majd fogok beszélni, hogy én hogyan látom, de nyilván számos tényezőtől függ. Alapvetően, hogy a miniszterelnök úr fogalmazott nagyon helyesen, Egyesült Államok ebben benne van. Tehát, hogyha az Egyesült Államok nem kényszeríti arra az Zelenszkijt, hogy legyen béke, akkor valószínűleg nem lesz béke. És az utolsó ukránik harcolni fognak az amerikaiak. De hát majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul. Az biztos, hogy ez az offenzíva, ami aztán módosításra került, és kizárólag a négy oroszok által többségében oroszok által lakott négy megyéről van szó. Ugye ez a Donbass vidéke egészen a Krímig lenyúlóan, és Donyeck és Luhanszk megyékben volt a legsúlyosabb harc. 90-95%-ban orosz identitású ukrán állampolgárok élnek. Ezt azért tegyük hozzá. Nyilván nem szeretjük a provokációt, nem szeretjük az agressziót sem, tehát mi a békepártján állunk, és hála Istennek nem nekünk kell igazságot tenni ebben a háborúban. Tehát nem mi vagyunk a döntőbírók, és óvnám is magunkat, hogy eldöntsük mi az igazságot. Mindenkinek megvan a maga egyéni megítélése ebben, de az biztos, hogy a nemzeti érdek az a béke, és világosan látható, ahogyan Kósalőr szokott fogalmazni, napnál is világosabb, hogy úgy is mondhatnám, hogy még az árnyékból is látszik, az árnyék kormányból is. Itt ugye a város több politikusról híres, meg hírhet. Ugye az árnyék honvédelmi miniszter, ugye a Vadai Ágnes, aki szintén eléggé komoly szankciópártiságról győzött meg minket. Viszont világosan látszik, mondom, az árnyék kormányból is, hogyha józanul végig gondoljuk, és látjuk az eredményeket, hogy mi történt, vagy az eredménytelenséget, a szankciók hatására látjuk, hogy nem állt le a háború. Nem lett béke. Nem esett térdre Oroszország. Ezzel szemben Európa eléggé gyengén áll. Energiaválság, bizonytalanság, hogy ne mondjam már a létbizonytalanság, árak elszabadulnak, infláció elszabadul. És látjuk, hogy mindez nem számít. Ráadásul nem is kérdezik meg az Európai Unió polgárait. Egyetlen nemzeti tagállamban sem kérdezték meg. Csak Magyarországon kérdezik meg, most már 12. alkalommal fontosabb kérdésekben. Hát már pedig egyébként a biztonságunk, fizikai és létbiztonságunk kulcskérdés. Hogyha az Ebrem-Maslow piramist fölvázoljuk, ugye a fiziológiai szükségletek, enni, aludni, inni, stb. Az alap, erre épül utána rögtön a biztonság igénye. Rögtön a biztonság. De az emberek nem szeretnek félni. Biztonságérzet az egy persze befolyásolható, különböző média források törekednek is erre, de alapvető érdekünk, hogy békében maradjunk, és egyébként pedig a magyar kormány gazdaságpolitikája, azok az akciótervek, programok, a gyárak, a nagy foglalkoztató, sok munkáról foglalkoztató cégeknek a megmentése, a kis és közepes vállalkozások segítése, a Széchenyi kártya felhasználtása, a kamatstop, stb. Ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy, és bizonyos élelmiszereknél is az árstoppok alkalmazása, meg a benzinnél is, üzemanyagnál is, dízelnél is, ezek mind-mind az emberek, és nem beszéltem még a rezsicsökkentés megvédéséről, vagy hát legalábbis nem engedjük, hogy ránk szabaduljon a világpiaci ár, ezek most horribilis növekedések, így is jelentős növekedés van, és mindenkinek óriási teher, de hogy érezni kell azt, hogy óriási erőfeszítéseket tesz a kormányzat. És világosan látszik, hogy ez a szankciós politika egy elhibázott szankciós politika.
És akkor miért nem látják be, hogy ez egy elhibázott? Nem buták Brüsszelben sem az emberek. Tehát akkor nézzük közben persze a képeket, hogy ne csak az legyen, csak az ember egyrészt már sok helyen előfordultam, sokat beszélünk erről, másrészt meg megvan egy egyéni megközelítése mindenkinek a jelenlegi helyzetet illetően. Én utalnék arra, amit az elején elmondtam, hogy ezt a mostani problémás helyzetet, hogyha megközelíthetjük magyar szemüvegen keresztül is, és elmehetünk a globális irányba, vagy pedig a globális világváltozásainak értelmezését hozzuk le Európára és ide hozzánk a Kárpát-medencébe. Ugye a globalizáció mit is jelent? Utaltam erre az elején a CIO-s kérdéskörnél. A globalizáció, bárki fölüti a neten, vagy bármilyen értelmező szótárban, ott szépen ki van fejtve, hogy nem más, mint egy homogenizációs törekvés, egy egységesítési törekvés. Ez óriási kihívás önmagában is minden lokális közösség, helyi értékeket valló közösség és nemzeti közösség. Köszönöm szépen. És nemzeti közösségek számára is. És mit látunk egyébként, hogy ez a globalizáció hová, milyen eszközöket, milyen módszereket alkalmaz? Nyilván a kultúrában, az interneten, a közösségi média, Facebook és sok-sok minden más. Ugye ez mind-mind eszköze annak a folyamatnak, amit egyébként, ahogy Bogár László fogalmaz, egykor államtitkár kollégánk, hogy a nem létező háttérhatalom, aki az Egyesült Államokba fészkelte be magát, hogy ez a nem létező háttérhatalom, ezek alapvetően nagy tőkés, mindent megmondó, és a pénz, és az extra profit szerzés fő motivációként, mögöttes motivációként meghatározzák a világnak a folyását, vagy meg akarják határozni a világ, hogy merre menjen. És az ő víziójuk az ez, hogy legyen egységes emberiség. Nemzetállamok nem kellnek. Minek? Az a hármas tudati egység, amit Jókhajna fogalmazok meg nagyon bölcsen, hogy legyen egy ember tudatunk, a Jóisten képmására teremtett emberek vagyunk, a magunk felelősségével, az, hogy tiszteljük a szüleinket, nagyszüleinket, az idősebbeket, használjuk az ő bölcsességüket, generációkat egymásra építünk, és ezen keresztül megpróbálunk egy élhetőbb, jobb világot létrehozni. Mert ha eldobnánk az idősebb polgártársaink tapasztalatát, akkor olyan buták lennénk, hogy az fölmérhetetlen. És adjuk át ezt a gyermekeinknek, unokáinknak. És akkor talán jobb közösséget tudunk fölépíteni. Tehát az ember tudat, egy egészséges ember tudat. Legyen egy nemzet tudat. Hát egy nemzethez tartozunk. Vérségi, anyanyelvi, fekvési, mármint a tájegységben való, egy országban vagyunk, egy hazában vagyunk. Ez egy mindent ismerünk. Ez a mi sajátos kultúránk. Ismerjük a szokásokat, a megfelelő magatartási normákat. Ezeket többé-kevésbé nyilván betartjuk és alkalmazunk is. Tehát ez összekapcsol minket. A közös sors és a felelősség. Tehát legyen egy nemzettudat. Ez a nemzettudat, ez nem kell, hogy soviniszta legyen, hogy mások fölé helyezzük magunkat, meg lenézzünk másnél. Ez teljesen buta. Volt ilyen időszak, de ebből tanult szerintem a magyarság, vagy kell, hogy tanuljon. És legyen egy istentudat. Legyen egy transzcendentális kapcsolat. Hogy higgyünk az örökké valóságban. Én, mint keresztény demokrata politikus, nem is mondhatok mást, de ezt belső megérzésből, egyre inkább nagyon meggyőződéssel hirdetem is. Mert nézzük meg a politikai ellenfeleinket. Hát mik? Mondjuk egy Momentum. No man est omen, nem? Nevében hordozza a küldetését. A pillanatpártja, vagy mozgalma. Ők az adott pillanatból élnek. Vagy ezért élnek. Mi meg az örökké valóság programját hirdetjük. Tehát ez kell, hogy adjon nekünk egy olyan nyugalmat, még a legvadabb politikai verbális karate világában is, hogy így fogalmazzak, tehát a parlamentben, ezt így úgy tekintem, hogy mi Hanvas Bédától véve transzcendens derűvel tekintsünk rájuk. Ami persze nem azt jelenti, hogy le kell becsülni az ellenfeleket. Mert a gonosz az mindig kész tervel érkezik. Az valamit akar. És hogy 16. Benedek fogalmazott, keresztény emberek felé, hogy realisztikus módon legyetek felkészülve arra, hogy a gonosz mindig támadni fog. Kívülről és belülről egyaránt. Tehát nekünk fontos, hogy az a képességünk meglegyen, hogy fölismerjük, hogy mi a jó, mi a rossz. Ami egyébként Platontól idézhetném, hogy az élet igazi nagy tudománya. Főleg egy ilyen zavaros világban, ahogy a Márai Sándor hagyta ránk, hogy a világ nem csak fényes és sötét, hanem zavaros is sokszor. Azt is mondhattam volna szintén Márai, hogy úgy fogalmazott, az emberiség ismert története nem áll másból, mint barbarizmusból és bizáncizmusból.
És néha vannak rövidebb emberi időszakok, azt kell megbecsülni. De azt nagyon. Hát igen, jó lenne emberi időszakot élni. És látható, hogy folyamatos kihívásokkal szembesülünk. Látható, hogy folyamatos veszélyek jelentkeznek. Covid-járvány, migráció után. Sőt, a migráció folyamatosan ott van, megint felerősödik. Hát gondoljanak bele, hogyha most itt a gonoszról beszélünk, hát hogy van az, hogy kiszabadul egy titkos biológiai laboratóriumból egy olyan vírus, amely képes az egész emberiséget kiirtani. Hát kik azok, akik ilyeneket fejlesztenek? Hát én nem hiszek abban a történetben, hogy a denevér testében, akkor elfogja a szúnyogokat, meg a molylepkéket, akkor egyszer csak kialakul benne egy ilyen vírus, és akkor átjön az emberre. Egyszer csak. Itt vérszívó denevérek Latin-Amerikában vannak, 3 fajta. Azok eléggé nehezen tudnak átrepülni mondjuk Kínába, vagy akár Európába is. Tehát ez azért valójában őszintén, ez nem kis kihívás egy denevér számára ekkora több ezer kilométeres utat megtenni. Vagy a Tobzoskában. Tehát ilyen legendákat legyártanak, és ezzel hűítik az embereket. És sokan elhiszik, hogy ez így van. Hát igen, igen, igen. És nem foglalkozik senki, nem alakult semmilyen nemzetközi vizsgálóbizottság, mondjuk az ENSZ-ben. Hogy kik azok, akik ilyen vírusokat, meg hasonló vírusokat fejlesztenek, és mit akarnak ezzel? Sokan vagyunk, 8 milliárdan, és akkor ez lenne a megoldás? Hogy mi ez? Nem, ez nem emberiség elleni bűncselekmény? Vagy kísérlete ennek? Hát őszintén. És milyen érdekes, nem? Hogy nem olyan vírusról hallunk, ami kiszabadult egy titkos biológia laboratóriumból, ami mondjuk, hogyha egy rákos beteget megfertőz, akkor meggyógyul tőle a rákos beteg. És az emberi tudás az hihetetlen nagy, óriásit fejlődött az elmúlt évtizedekben. A technika, technológia is óriásit fejlődött ennek köszönhetően. És nem a jóra használjuk ezt a tudást, hanem ilyen gonosz szándékok vezérelnek valakiket. És ez nem vizsgálja senki. Milyen érdekes, nem? Én azért vagyok ebben egy kicsit erőteljesebb hangkordozású, és mondhatnám azt is, hogy ha nem lennék mértéktartó, akkor dühös, mert az édesapámat a Covid vitt el a nyáron, augusztusban temettem, 3 oltás után. Tehát én végig láttam ezt a szenvedést, lehet, hogy vannak itt a jelenlők közök, szintén hozzátartozóikat ez vitt el, de megdöbbentő. Tehát utalva a Benedek pápának az üzenetére, igen, lám, a gonosz dolgozik, ezerrel. És egyre több helyről. És ebben a zavaros, sok-sok gonosz tevékenysége közepette nekünk látni kell a helyeset, a jót, és meggyőződéssel vallani és hirdetni, és meg kell erősíteni a hitünket. És azt látom, hogy a nyugat-európai polgártársaink, meg Brüsszelben ezt valamiért szintén nem akarják. Tehát dolgoznak azon, hogy a nemzetállamokat legyengítsék, a hitünket meggyengítsék. Hát Németországot én megnéztem. Az elmúlt 30 évben gyakorlatilag felére esett vissza a hívek száma. Mármint a keresztény hívek száma. Nyilván a muzulmánok meg így ment föl, mert a migráció kapcsán ez jól látható. Tehát ugye ez is az én teóriám. Az eddig ismert emberek által létrehozott civilizáció, bármilyen legyen is az, valamilyen fajta vallási alapzaton jött létre. Rájöttek arra, elődeink, hogy szükség van a hitre. Szükség van arra, hogy ezt a szellemiséget megőrizzük. Ez adja a stabil, spirituális alapot valamennyi civilizáció számára. Ez adja a fundamentumot. Erre föl lehet építeni egy birodalmat vagy egy civilizációt. Viszont, hogyha én nem erősítem meg, és nem gondozom, és nem ápolom a fundamentumot, a hitünket, a vallási talapzatot, akkor előbb-utóbb ez amortizálódik. Elkezd repedezni, töredezni, szétporladni. És ez azt jelenti, hogy ha kimegy az alap, akkor lesüllyed, összeomlik, összedőlhet a ráépített civilizáció. Róma tipikus példa erre. Tipikus példa. És nem igaz az, hogy a fejlettebb civilizáció győzi le mindig a fejletlenebbet, vagy hódítja meg. 800 évig nem foglalta el senki kívül Rómát. De aztán csak a vandálok elfoglalták. 476-ban, ha jól emlékszem. És milyen érdekes, nem, hogy a keresztények közé is mindig oda teszik az éket, és nem működik a békesség képessége, ami egy fontos fegyver lenne. Pál apostol az efezusi, aki írt levelében erre utal, hogy Jóisten ad nekünk 6 fegyverzetet, 6 fegyvert, Jóisten teljes fegyverzetet, védjük le a gyenge pontjainkat. Lélek, kardja, üdvösség, sisakja, békesség képesség, igazságosság képessége, stb. Tehát
hogy ezt nem vagyunk képesek fölismerni, mert egyébként nem beszélve, hogy az első keresztes háború hova indul, nem a Szentföldre, hanem Konstantinápoly ellen. Ugye? Tehát, és hogy milyen erős volt a római birodalom, a kelet-római birodalom még 1453-ig fönt tudott állni. Tehát majdnem még 1000 évig, hogy elpusztult, vagy elfoglalták a vandálok, és aztán Róma, a nyugat-római birodalom gyakorlatilag széthullott, de fönt tudták tartani. És akkor mi van akkor Európában? 1337-től 1453-ig, mondjuk azt, hogy a 100 éves háború, az angolok és a franciák harcolnak egymással, két keresztény birodalom vagy ország hatalom harcol egymással szemben, 116 év, ha jól számolom, tehát nem 100 volt, hanem 100, és ez bizakodó vagyok ebből a szempontból, hogy ez az orosz-ukrán háború nem tart eddig, bízunk benne, hogy azért ez rövidebb lesz, bár most már eléggé elhúzódik, hiszen február 24-e óta háborúban vagyunk, de közben az oszmán török birodalom elfoglalja a Konstantinápolyt 1453-ban. És nem mennek segíteni a nyugati keresztény államok. Nem mennek. Nagy könyörgésre 5. Miklós pápa velencei gályákat küld 5-öt. 5 gály? Hát persze, ez milyen erő? Ahhoz képest, hogy az oszmán törökök terjeszkedtek. És nem érezték meg ezt a veszélyt. Tehát az a képesség, amit mondjuk Kolping fogalmaz meg nekünk. Ugye Németországban a 19. század második felében lelkész volt, és azt kérte a Jóistentől, hogy adjon neki képességet arra, hogy fölismerje saját korának bajait, és tudja orvosolni is ezeket. Tehát megoldásokat tudjon nyújtani a bajok enyhítésére. És ő hozta létre, ő indította el a német szakiskolai képzést árva gyerekeknek, szegény gyerekeknek. Cipész, szabó, stb. Ilyen tanulmányokat folytathattak a gyerekek. Tehát itt ugye láthatóak a bajok. Tehát minden jó érzésű, józanú, gondolkodó ember látja, hogy milyen bajok vannak, milyen kritikus területek vannak, ahol változtatni kellene, ahol nem ezt a politikát kellene folytatni. És ez a kérdés akkor, hogy a Brüsszelben már pedig nem buta emberek ülnek, a Európai Bizottságban, meg a parlamentben sem. De mégis akkor miért csinálják ezt? Fogja-e annak a globalizációs törekvésnek, annak a nem létező háttérhatalomnak? Fogják őket valamivel? Befolyásolják őket? Zsarolják őket? Nagy Isten? Lehet. Ugye most ügyészségi eljárás van éppen Ursula von der Leyen ellen a vakcina beszerzések kapcsán, ugye a Pfizer-től. Tehát elég sok érdekesség van, nem látunk tisztán pontosan, de az biztos, hogy én nem becsülöm le ezeket az erőket. De hogy nem a jó szándék vezérli őket, ez világos és egyértelmű. És minket, aki a magyar kormányfő, miniszterelnök úr példát mutat, harcol a magyar érdekekért, felmutatja a normalitást, hogy mit kéne csinálni, hogy ez is logikus, nem? Hogyha egy Európai Uniót alkotó közösség tagországait legyengítem, akkor nagy valószínűséggel maga a közösség is az egész Európában legyengül. Ha erős tagállamok vannak, akkor meg megerősödik. Tehát a tagállamok ereje. Hát ez ilyet még nem látott a világ, hogy mondjuk egy, ugye én harcművész is vagyok, most nem akarok ezzel itt nagyon nézni, volt egy kis bemutatónk a kadétoknak, meg a rendvédelmiseknek. Én 5. mesterfokozattal rendelkezem, ugye kungfuzom előtte karatisztam. Tehát nem látszik rajtam, de még tartom magam magas korom ellenének. De a lényeg, hogyha mi összeállunk mondjuk 10 mester, különböző stílusú, akik nagyon sokat edzünk, és viszonylag hogy mondjam, képzettek vagyunk, megvan a magabiztosságunk, meg az erőnk, vagy éppen legyengítem magam, nem eszem 2 hete, vagy nem tudom, 1 hete, és kiállunk oda gyengén és gyengén képezve, akkor most ez hogy leszünk együtt erősebb? Nyilván együtt erősebbek leszünk, mint külön-külön, de hogyha önmagukban le vagyunk gyengítve, vagy föl vagyunk erősödve, akkor azért nem mindegy, hogy ütközünk meg. Vagy hát egy labdarúgási példát is, most a 11 válogatott játékos, hogyha mind le van gyengülve, akkor hogy fog győzni? Tehát egyenként is erősnek kell lennünk. Teljesen észszerű és logikus, amit a miniszter mond. Tehát mégis olyan folyamatok vannak, amelyek ezzel szembe mennek. És ez nem véletlen, mert nyilván egy hitében, identitásában meggyengített európai közösség, az sokkal inkább kiszolgáltatott. Nem tud ellenállni semminek. Jól látható egyébként, hogy én nem is tudom, ugye 98 óta vagyok parlamenti képviselő, nagy megtiszteltetés ez nekem. Azóta folyamatosan téma egyébként az európai védelmi képességeknek a kialakítása. Európa meg tudta akadályozni, hogy háborúk törjenek ki a területén? Most nem az unió területén, de nem tudta meg. Délszláv háború. Borzalmai. Ez is testvérháború volt. Semmilyen katonai erőt nem tudott fölmutatni az Európai Unió. Most meg aztán orosz-ukrán háború, végképp nem.
Tehát nincsen olyan visszatartó ereje, nincsen olyan közös hadereje, amivel ezt meg tudná tenni, meg tudta volna akadályozni ezt. Egyébként, ha jugoszláv háborúról beszélünk, akkor azért itt még zárójában hagyd mondjam el, hogy azért az sem teljesen véletlen volt. Ott is azért voltak külső érdekek és külső erők. Jugoszlávia meghatározó nemzete lélekszám alapján is, meg a politikai funkciók alapján is a szerb hegemónia volt. Vagy legalábbis ez volt a legmeghatározóbb, inkább így mondanám. Ugye a szerbeknek a Nyugat-Balkán térségében történetileg a legjobb kapcsolatuk az oroszokkal volt. Mindig is az orosz cár segített nekik. A törökök ellen is, angol érdekek másként volt, a francia érdekek is működtek. Tehát nem volt mindegy, hogy Nyugat-Balkánon és egyébként Görögországban is mi lesz. Tehát az a kiutási lehetőség mondjuk az orosz flottának, ami a Nagy Pétercán nagyon sokat küzdött, az Azovi tenger, Azov elfoglalása, és aztán a Fekete tengeren való kihajózása a földközi tengerre és az Atlanti óceánhoz, az, hogy nyilván a brit érdekek másként működtek. Ezért volt az, hogy például Görögországot nem engedték oda, hogy szovjet érdekzóna legyen. Volt ott egy kommunista irányzat, aztán nagy belharc volt, és akkor nem engedték el, tehát nem engedték, hogy a szovjet érdekzónába tartozom. Minket meg elengedtek. Ezt tudjuk a Szalvettára, Jaltában a Szalvettára fölírt, milyen százalékban elosztották a különböző országot, és kifoglalja el, és akkor milyen rendszer lesz majd. Hozzáteszem, még egy kis elemzést hagyd mondjak a háborúról. Ugye vannak akik, én most jöttem haza a hétvégén, volt Madridban a NATO parlamenti közgyűlés, és hihetetlen háborús hangulat van. Az ukrán delegáció tagjai hihetetlen rámenősséggel osztogatták a különböző iratokat, a jelvényeket, kéksárga jelvényt, és a NATO-ban 99%-ban teljes támogatását élvezi Zelenszky, sőt, hát egy ilyen, nem tudom, hősnek tekintik. Képzeljék, Spanyolországban 26 ukrán katonát fognak kiképezni, és pluszban már beszéltek az újjáépítésről. Na most, ha megnézzük az erőviszonyokat, hogy mondjuk Oroszország több mint 17 millió négyzetkilométerre rendelkezik, a föld legnagyobb országa. A legnagyobb nukleáris arzenára rendelkező ország. Több mint 6000 nukleáris rakétája van. A föld édesvíz készletének 25%-a Oroszország területén található. Földgázkészletek óriásiak, kőolajkészletek is. Most ugye én azt állítom, hogy Oroszországot katonai értelemben legyőzni, persze lehet azt mondani, hogy le lehet győzni, én azt mondom, hogy annak a háborúnak, ha ez eszkalálódna, nem lesz győztese. Nem lesz győztese. Az mindenki rámegy. Mindenki. Tehát ebben a 6000 nukleáris rakétából kilőnek nem kell 3000 sem. Az gyakorlatilag egy-két csendes óceáni szigeten kívül minden megsemmisül. Előbb vagy utóbb. Láttuk a Hiroshima-i meg a Nagasaki bombázást. Töredéke volt ennek. Több száz ember halt meg. De adja Jóisten, hogy ez ne következzen be. Azonban mindig vigyáznunk kell, én mindig elmondtam korábban is, nem csak most mondom, amikor Lengyelországba becsapódott egy légvédelmi rakéta, ami aztán kiderült, hogy nem orosz, hanem ukrán. De mi van, ha elhiszi a világ, hogy ez egy orosz? Kassa bombázása, második világháború. Kázusz belli. Magyarország hadat üzent az Szovjetuniónak. 200 000 magyar katonát küldte ki meghalni a Donkanyarba. Két nagyapámat is ki. Nyíregyházi huszárokhoz vitték, és vitték ki őket a Donkanyarba. Tehát, hogyha egy ilyen provokáció történik, ugye akkor ott van a washingtoni szerződés, világosan fogalmaz. Negyedik cikkely konzultálnak, előtte nyilván ne rohanjunk fejjel a falnak. Ötödik cikkely. Bármelyik NATO tagországot külső katonai támadás éri, mindannyiunk elleni közös támadásnak kell tekinteni, és közösen meg kell védeni, azaz ellencsapásokat is kell mérni, ha olyan van. Akkor benne vagyunk egy háborúban. Mondom, a Jóisten mentsen meg minket ettől. Mi kell ehhez a mostani világhoz leginkább? Ugye most tartott tájékoztatót a mostani utódom, a szalai miniszter úr, Boborovicki miniszter úr, honvédelmi miniszter úr. És van ez a reklám és tanácsok kell, hogy a békéhez erő kell. Persze, hogy kell erő, és egy honvédelmi miniszter nem is mondhat mást. Ez a helyes, és ez alakul is. De alapvetően ez a világ annyira bonyolult, és annyira veszélyes, hogy bölcsességgel,
Salamoni bölcsesség. Tehát benne van az erő is, természetesen. Tehát nekünk az a, és egyébként amit én hiányolok a nyugati politikusoktól, ez a bölcsesség. Már szerencsére most ebben a, nevezzük eltévedt rakétának, ebben azért kellő bölcsességet mutattak. Még az amerikaiak is, még a CIA is, sőt a kiválóan nyilatkoztak a lengyel barátaink is, tehát visszafogottan. Nem így az Zelenszky, azért azt valljuk őszintén, mert ő legszívesen belerángatná az egész NATO-t ebbe a konfliktusba. Ami a saját népe is most már eléggé rossz hát, helyzetben van. Ugye ez egy 41-néhány milliós ország volt a háború elején. Most azt mondják egyesek, hogy jó, hogyha a 30 milliót eléri. Nagyon sokan hagyták el Ukrajnát. És látható, hogy igen kemény télen néznek. Azért az a helyzet, hogy ha ott nem lesz télen fűtés Kijevben és nagyobb városokban, hát az emberek mit fognak csinálni? És azt elvárják az országot irányító vezető politikusoktól, hogy garantálják a létbiztonságot még ilyen helyzetben is. Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz időszak. A szankciók megnehezítik a mi dolgunkat is. És én bízom benne, hogy mert nincs más út, más lehetőség. Én most úgy érzem, hogy van némi esély arra, hogy előbb-utóbb a béketárgyalások elindulnak. Legyen így, legyek egy kicsit optimista is ebben. Az biztos, hogy ezekben haladjunk egy kicsit, hogy a hazai baloldali politikus társaink, itt mutatjuk, hogy hány szorosára emelkedtek a szankcióknak hatására az olaj és a gáz árak. Én is kiszámoltam nyilván otthon is, hogy mi legyen, hogy legyen. Édesanyámnál is, aki ott maradt egyedül 62 évnyi házasság után, ő nyilván özvegyen, és most próbálom segíteni úgy, hogy 102 ezer forint a nyugdíja. Az első gázszámla az 175 ezer volt, ami megérkezett. Tehát igen, nehéz, de bízom benne, hogy sikerül ezt a válságot is jó esélyekkel túlélnünk, és én most hallgattuk meg Nagy Márton gazdasági minisztert, aki elmondta, hogy alapvetően ő optimistán látja most már a jövőt, hiszen ő bízik abban, hogy nem fogja a recesszió Magyarországot elérni. Tehát ő 1,5%-os gazdasági növekedéssel számol. Hát legyen így, hogy a gazdasági növekedés az azért kell, mert minden ágazat számára eszterem kellő forrásokat. Főleg, hogyha nem kapunk az Uniótól egy eurót se. Akkor másban kell gondolkodni. Igen, hát ezek erről beszéltünk már. Ezek a hatásai Európára, drasztikus növekedése az áraknak, infláció, gazdasági krízis. Hát az inflációt azt érzékeljük, de mindent megtesz a kormány, hogy ez minél minimálisabb legyen. Ugye itt vannak az élelmiszerástok, benzinások, kamastok, rezsicsökkentés védelme, gyármentő programok, erről is beszéltem. Tehát nagyjából visszaigazolódik, amiket mondtam, remélem legalábbis a továbbiakban is, megyünk tovább. Ki nyer a szankciókkal? Hát ugye Biden elnök úr nyilván, a kínai elnök is. Ez is jól érzékelhető. Hát ugye emlékezzenek arra talán, amit Macron elnök mondott, a francia elnök az amerikai gáz árakra, hogy négyszeres áron kapjuk a gázt tőletek, kedves amerikai barátaink. Ez nem barátság. Tehát mehetünk tovább. Ugye itt ez a... Hát ugye Soros úr megint előjön, mert azért Ukrajnát ő sem hagyja ki. Számos olyan akciót hajtott végre a nyílt társadalom fölépítésében Ukrajnában is, és a fia is most már kellő utóda ennek. Tehát olyan, ugye most tárgyaljuk erről, csak zárójában hagyd mondjak valamit, én a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja vagyok, és a Márki-Zay Péter féle bejelentés az ugye mindenkit, bár elég sokat bejelentett a kampányban is, ami azért borzolta a kedélyeket. Most a legutóbbi bejelentés az volt, hogy 2 milliárd forintnyi összeggel támogatták Amerikából az ő kampányát, vagy az ő kampányukat. Ez most kiderült egyébként, hogy ez jóval több, mint 2 milliárd, de hát folyik a vizsgálat, és megvannak azok a szervezetek, akiken keresztül eljutották a pénzeket. Ugye ez Magyarországon törvényellenes, jogszabályok ütközik, tehát nem lehet külföldről elfogadni külföldi szemétől sem, szervezettől sem, államtól sem, mert az beleszólása a mi belügyeinkbe. És ugye egy ilyen nagy összegű pénznek az elfogadása az azért veszélyes, mert utalnék egy orosz közmondásra, hogy ingyen csak az egérfogóban a sajt van. Tehát nyilván megkérik az árát, hát fogja lesz az ügynek. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell, hát ilyet nem lehet tenni. Folyik a vizsgálat,
meghallgattunk már számos szereplőt, nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőjét, úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogy fog zárulni. Ugye látszik, hogy szankciópártiak, ugye Karácsony Gergely is, akkor a Fegyőr, Fekete Győr, működnek a szankciók, sőt, Dobrev Tarasznyi még több szankció kell. 11 ezer szankció van Oroszországgal szemben az Európai Unió részéről. És még egy dolgot hadd mondjak el, ez megint tanúságos, ezt már talán elmondhatom, mert ez már elévült a titkossága. 2016-ban miniszter voltam, és ugye olyan hírforrásból értesültem, ami azt a sajátos tényt közölte, hogy bár szankciók vannak Oroszországgal szemben, a Krím miatt 2014-15-től kezdődően, 16-ban amerikai barátaink 560 millió dollár értékben vettek Oroszországtól orosz rakétahajtóműveket. Tehát, hogy azért ránk vonatkoznak a szankciók, de nem mindig mindenkire, tehát vannak kivételek. Mehetünk tovább. Nagyon sok tüntetés van Nyugat-Európa szerte, és az figyelmeztető, hogy döntően baloldali kormányok voltak, vagy liberális kormányok voltak hatalmon, ugye is itt Olaszország, Svédország, tehát ezeket felhozhatnám példaként, mindenhol, tehát olyan, annyira nem folyult még el a dolog, hogy egyébként társadalmi megmozdulások lennének, és a kormányokat bedöntenék, de ahol választás volt, ott mindenhol fordulat volt. Tehát nem elégedettek azzal a baloldali liberális politikával, Európa most már 2-3 országában, ahol ez a változást hozta meg. Tehát a szankciók miatt, energiaárak növekedési miatt, infláció miatt elégedetlenek az emberek. Ugye a hibrid hadviselésnek ez egy fontos eszköze egyébként, tehát utalnék arra, gondoljanak a Majdanra, vagy az arab tavaszra. Tehát amikor van egy társadalmi közhangulat, és abba kívülről beavatkoznak, sőt, ugye országhatárokat átlépve a virtuális világban zúdítják ránk a befolyásoló információkat, az gyakorlatilag olyan helyzetet tud teremteni bizonyos országokban, ahol egy tüntetésnél átlépheti a kritikus tömeget, és Kievben is ugye végén elfoglaltak különböző rendőrösöket, fegyverhez jutottak, és megcsinálták a maguk puccsát. És az orosz barát vezetést eltüntették, és lett egy Poroshenko, nem tudom ki lett akkor, de most meg van a Zelenszky, aki szintén egy, hát hogy mondjam, inkább az amerikai politikát viszi. És ugye arra korábban szó sem volt, hogy NATO tagország lesz Ukrajna. Ugye az a korábbi, még a gorbacsovi megengedő érában sem, a kétpólusú világrend fölbomlásánál, amit sokat köszönhetünk Gorbacsovnak, mi magunk is, itt a szabadságunkat visszakaphattuk, de az nem volt benne az amerikai-orosz megállapodásban, hogy mondjuk a beloruszok meg az ukránok majd NATO tagországok lesznek. Tehát az, hogy mondjuk gondoljanak bele egy putyini felfogású embernél, hogy mondjuk Ukrajna simán NATO tagország lesz, és mondjuk 20 centiméterre az orosz-ukrán határtól amerikai rakétákat telepítenek Moszkva irányába. Ezt gondoltuk, hogy ezt nem fogja tétlenül nézni Oroszország. Ettől függetlenül nyilván nem lett volna szabad beugraniuk nekik ebbe a provokációs folyamatba. Mehetünk tovább. Igen, hát ugye itt van a konzultációs évek, erre utaltak előttem is. Szerintem itt is mindenki megkapta. Fontos, vegyük ezt komolyan, érdemes kitölteni és visszaküldeni. Ugye ez brüsszeli körökben is azért hatást tud gyakorolni abban az értelemben, hogy miniszterelnök meg van erősítve, és azt mondja, hogy lám, hát én nem magam állítom ezt, hanem az emberek is ezt akarják. Látják, hogy ez rossz irány. Ez egy sajátos hungarikum, ugye a Fazekas miniszter úr volt a Hungarikum Bizottság elnöke 8 évig, és a hungarikum törvényt is az ő idője alatt fogadtuk el. Dolgoztunk együtt a bizottságban, én most is tagja vagyok. Nagy öröm egyébként, ezért nem jár semmilyen fizetség, egyetlen olyan bizottság, ami nem fizetnek semmit. De én mindig szívesen vettem részt a bizottság ülésén, mert magyar értékeket felfedezni, levédeni, megvédeni, a globalizáció káros hatásairól mentesíteni, szerintem ez egy identitás erősítő, gyönyörű érték megőrző munka. Ugye 2007-ben írtam én a Hungarikunk védelméről szóló országgyűlési határozatot, és ez ugye később, amikor kormányra kerültünk, ebből törvény lett, és ennek nagyon örültem. És mai napig szívesen dolgozom benne, és a nemzeti konzultáció is egyfajta sajátos hungarikum, mert máshol nem alkalmaznak ilyet. Nincs ilyen. Ez egy sajátos magyar találmány. Legalábbis Európában nem találkoztunk még ilyennel. Igen, következő ábra. Vége? Jó, akkor következő ábrát nem kérek. No, akkor viszont hadd zárjam azzal, hogy ugye amire utaltam itt a bölcsességre. Ugye nem véletlen, hogy az első egyetemet Európában, ugye a Bolonya Egyetemet hozták létre 1088-ban,
Jogot, orvostudományt, teológiát oktattak, művészetet oktattak. És úgy hívták ezt, hogy Domus Sapiens. Ez a bölcsességek háza. Na most, hogy miért nincs bölcsesség Nyugat-Európában? Ennek mi lehet az oka? Hogy a generációk, nemzedékek jöttek ki úgy az egyetemekről, hogy az érzelmi intelligenciájukat nem fejlesztették. Ugye, ha az elmekutatók által összeállított elme térképet megnézzük, a bal és a jobb agyféltekében milyen központok vannak a mai tudásunk alapján, ugye azt jól láthatjuk, hogy a bal agyféltekében matek, tehát a matematika, logika, pragmatizmus, gyakorlatiasság szerepel. Ezek a központok vannak. Van egy pici, van egy terület, ami mind a két agyféltekében van, ki tudja, hogy melyik ez? Zene. Mert a zene tud harmóniát teremteni, és balanszot, egyensúlyt az agyban. Viszont a jobb agyféltekében vannak az érzelmek, a művészete, képzőművészet, a kreativitás. Tehát az érzelmi intelligenciának egy fontos központja. És ez nem a bal agyféltekét mozgatja meg. És a mi oktatási rendszerünk az átalakított, és nem véletlenül átalakított bolonyai rendszer, nyugati típusú elvárások, a nyugati típusú gondolkodás, a felgyorsult világ, a digitális képességek fejlesztése, és már jön el a robottechnika, mesterséges intelligencia, és nem tudom micsoda, csak, és rengeteg tantárgy van az egyetemeken, de olyan tantárgy nincs, hogy érzelemgazdaságtan. És ez elég nagy baj, mert az ember azért, hát hogy mondjam, érző lélekkel is rendelkezik, vagy érző szívvel. És hogyha nem rendelkezik, akkor valóban egy kegyetlenebb világ lesz. Elmegyünk a robotok irányába a végén, még hogy mondjam, hús és vér vagyunk, meg csont, meg nem tudom mi, de alapvetően az érzéseinket nem tudjuk kifejezni, hanem ez kiölik az emberekből. Jönnek ki az egyetemekről tehetséges, okos fiatalok, én tanítok több egyetemen is, és okosak a fiatalok, tényleg le a kalappa, hihetetlen képességeik vannak. De sokszor azt tapasztalom, hogy az érzelmi intelligencia nem működik. Vannak olyan amerikai nagy cégek, akik kezdik elismerni ezt, akik a legjobb egyetemekről vettek föl munkaerőt, akik színkitűnők voltak mindig. És mégis a cégtől 2-3 éven belül eljöttek, vagy megvált tőlük a cég. És arra kezdenek rájönni, hogy mindegyik individuum, mindegyik önmagában tehetséges, de csapatban, közösségben, szívvel, lélekkel dolgozni már nem tud. Nincsenek empatikus érzései. Nem tud együttműködni a kollégákkal. Mind a kettő, vagy mind az összes többi önálló életet él, és önálló pályán mozog. És hogy ezen gondolkoztam, hogy olyan diplomákat adunk ki, amiben azt sugalljuk a fiataljainknak, most már évtizedek óta, hogy mondjuk MSC képzés, mestere valaminek. Mondjuk 23 évesen kijön valaki az egyetemi padból, mestere. Ugye én kungfu mester vagyok, de ha az igazi mestert akár bármilyen hivatásban, bármilyen szakmában tekintem, azért ott már kell valamilyen bölcsességnek lenni. 20 évesen az ember kevésbé bölcs, mint mondjuk 50 évesen, vagy 60 évesen, vagy még tovább. Tehát, és hogyha még bennmarad az egyetemeken, és elvégzi a PhD képzést, mondjuk egy 3 év, okos fiú, gyerekek, akkor a filozófia doktora lesz. Mondjuk 26 évesen. A filozófia az a bölcsesség. Bölcsesség szeretete. Tehát, hogy azt állítjuk a gyerekeinknek ezekkel a diplomákkal, hogy te már kész vagy. Te már mestere vagy, bölcse vagy valaminek. Felgyorsítjuk ezt a folyamatot. És sok fiatal számára aztán azok a célok, amelyeket mondjuk az életének a közepén, vagy a fokozatosság elvét tartva lépcsőről lépcsőre jusson följebb és följebb, följebb a hivatásában, azt megpróbáljuk ezzel fölgyorsítani, megérkezni akar. És én látom a saját fiataljaink között is, sok esetben, van kivétel nyilván, hogy ő már megmondja 20 évesen vagy 25 évesen, hogy ő polgármester akar lenni a következő választás. Vagy önkormányzati képviselő, vagy nem tudom, parlamenti képviselő. És ez nem baj, hogy vannak ambíciói, Isten ment. Csak hát ugye az embernek nem kell azt az illatot végigjárni mindenkinek, mint nekünk, hogy 90-ben... Sőt, nem is kaptam 90-ben, a 91-ben kaptam egy külsős bizottsági helyet a kispesti önkormányzatnál. Akkor Budapestre költöztünk. És
És így indultam, és 98-ban aztán fokozatosan akkor képviselőjelölt, és akkor bejutottam a parlamentbe. És aztán bizottsági alelnök voltam, aztán államtitkár lettem, akkor ellenzékben bizottsági elnök, aztán megint államtitkár, aztán megint államtitkár, és akkor utána miniszter, aztán kormánybiztos, most frakcióvezető. De ugye az a küzdelem, amíg eljut oda az ember, abban az értelemben, hogy képzi magát, dolgozik, próbál lojális lenni folyamatosan, és rengeteg csatát vívunk, amivel nyilván kívülről is támadnak minket elég rendesen, meg a családunkat is, ebben helyt kell állni, meg helyes testtartást kell fölvenni, meg tényleg újból erőt kell tudni meríteni. Tehát én azt mondom, akkor nézzünk vissza még egy pillanat erejéig ahhoz, és akkor be is fejezem, hogy az ókori Kínában, milyen érdekes, majd elmondom, hogy mi lesz ebben a sajátos, képzeljék el, hogy a legmagasabb szintű iskolát, ha valaki ott elvégezte, ezt úgy hívták, hogy a mandarin képzés, mandarinok voltak a hivatalnokok, a császár hivatalnokai, hogy az egész császári közigazgatás működjön. Ők tanultak művészetet, költészetet, zenét, és sok minden mást, hogy tudjanak különbséget tenni a jó és a rossz között, a helyes és a helytelen között. Na, ő nekik mi volt a diplomájukra ráírva? Virágzó tehetség. Kiváló tehetség. Mert egy fiatal tehetség. A jövőnk záloga, a jövőnk reménysége. A bölcsességet azt élettapasztalattal lehet, és különböző megpróbáltatáson keresztül lehet megszerezni. Nagy kihívás egyfajta hatalmi pozíció is, sok-sok kísértéssel, és nagyon nagy kihívás tragédiákon való túllépés lehetősége, vagy ezenek a megélése és ebből való felállás képességének a megőrzése, vagy elérése. Ezek mind-mind formálják az embert. És hogyha szerintem egyénként is ezeket helyesen tudjuk kezelni, és a gyermekeinket is ebben a szellemiségben tudjuk nevelni, erőt tudunk nekik adni, meg célokat tudnak megfogalmazni, és ezt mi tudjuk őket később támogatni, akkor igen, akkor van a magyarságnak jövője itt a Kárpát-medencében, akkor lesz Magyarország. És ez minden hozzátartozik, ilyen helyi közösségek is. Tehát óriási a felelősségünk ebben a mai világban, hogy milyen lépéseket teszünk, milyen döntéseket hozunk. És ezért mondjuk azt, szerintem kellő bölcsességgel, hogy ebbe a háborúba a Jóisten mentse meg minket, hogy nehogy belekeveredjünk. Viszont nem mindenki gondolkodik így. És ezt a miniszterünk gyakran elmondja, hogy Brüsszelben is. Tehát olyan a háborús héják vannak, hogy hihetet. Azt hiszik, hogy itt az idő most megverni az oroszokat. Szóval józanság. Miért kéne nekünk megint harcolni az oroszok ellen? Apám mondta, hogy az oroszokat, fiam, két területen, két dologban sosem fogjuk tudni megverni. Háborúban és jéghokiban. Most nyilván a NATO hatalmas erő, most ezt Magyarországra mondta, de ettől függetlenül szerintem kellő óvatosság ebben. Kellő óvatosság és józanság, higgadtság, ez a fontos hozzáállás most a háborúhoz. A szankciókkal szemben pedig föl kell lépni, és el kell érni, hogy ezeket ránk ne terjesszék ki, mert nem szeretnénk, hogyha az emberek nem tudnák a magyar állampolgárok fűteni a lakásukat télen, nem tudnának főzni, nem lenne villany, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ezzel kéne szakítani, egy kicsit hátrább kéne lépni, kicsit lehiggadni, józanul nézni a folyamatokat. Nyilván rákényszerítve a feleket, hogy tárgyaljanak. Ez egy sajátos proxy háború egyébként, ezt is nyugodtan kimondhatjuk. Ez egy helyettesítő háború, tehát nem direktbe, szerencsére nem direktbe mennek még egyelőre a különböző nagyhatalmak egymással szembe, hanem másokat használnak föl. Ez is egy szerencsétlen helyzet egyébként, de még attól mindig jobb, hogyha egy nukleáris háborúba lépnénk, és atombombák csapódnának itt össze-vissza be mindenfelé. Tehát az életveszélyes. No, tehát utaltam erre egyébként, hogy a Pál level az efezusiakhoz, itt nem soroltam végig mindet, a hit pajzsa, az igazságosság öve, a megigazulás páncélja, üdvösség sisakja, lélek kardja és a békesség képessége. Ez a Jóisten teljes fegyverzete, amit efezusiaknak ajánlott Pál. Én azt nézem, hogy minden rosszban van valami jó. Egyrészt talán, ha onnan közelítem meg, hogy a nehéz időszakok talán jobban Isten felé fordítják az embereket. Ezt nézzük, vagy pozitív oldalát lássuk is ennek. És minden háború egyszer véget ér. Minden nehézség egyszer véget ér, és ebből ki lehet kerülni megerősödve is. Ha józanak tudunk maradni, és bölcsek tudunk lenni. Én ebben hiszek, hogy olyan tapasztalatokkal rendelkezünk már a magyar történelmből és meg a világ történelmből is, hogy képesek vagyunk ezt megerősödve túlélni. Úgyhogy ez viszont tartsák meg magukat egészségben, erőben, jó szándékban,
és segítsék továbbra is a polgármestereinket, segítsék Karcagváros polgármesterét is, segítsék képviselő barátaimat, hiszen Fazekassany is kiváló munkát végzett, hihetetlen erőfeszítéseket tett a magyar mezőgazdaság fejlesztéséért. Jó ember, és ugyanilyen jó ember az őt követő F. Kovács Sándor is, akivel mindig szívesen találkozom a parlamentben, és mindig szívesen jövök az ő meghívásukra, Karcagra. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghívtak most is, nem beszélve arról, hogy a világon a legjobb birkapörköltet azt így csinálják, tehát ez is azért motiváció, hogy szívesen jövök ide, de nyilván nem vagyok azért a hasamnak a befolyása alatt, de azért mégiscsak fontos. Azért kevés ilyen értéke van Magyarországnak, nem véletlenül lett Hungarikum a karcagi birkapörkölt is. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen Simicskó István képviselő úrnak ezt a kitűnő beszédet, és meg voltam nyugodva, hogy ő a béke hírnöke és a béke galambja egészen az utolsó gondolatmenetéig, amikor azt mondta, hogy a legjobb birkapörköltet itt Karcagon készítik, és én is így gondolom, de vannak itt Kisújszállási és Kunmadarasi barátaink is, akik szintén úgy gondolják, hogy náluk készítik, és hát itt a viszály almáját egy közénk dobja, de mindenki tudja, hogy a sajátja a legjobb. Horváth György megboldogult kunkapitány barátomnak az idevágó mondása a lovasokról szólt, hogy a lovasok összeférhetetlen emberek, mert nagyon nehezen jönnek ki egymásra, és a nagykunsági lótartók meg még nehezebbek, mert mindegyik úgy gondolja, hogy ő a legokosabb, de egyik se tud annyit, mint én. Tehát ezzel egy óvatosan kell bánni. Én köszönöm szépen az előadást, és mi úgy gondoltuk, hogy nem kérdések lesznek, mert olyan kérdéseket tennénk fel, amire ha István válaszolna, az lehet, hogy inkább jobb, hogyha szűkebb körbe, mert tényleg olyan dolgok feszítenek bennünket a háborúval, a honvédelemmel, a felkészültséggel kapcsolatban, amit jobb, hogyha csak itt szűk körbe, amikor maradunk, akkor beszélgetünk, nem a nyilvánosság és a plénum előtt, mert tudjuk azt, hogy ilyen nehéz helyzetben van a hivatalos, van a higgadt, és van a reális. És a hivatalos és a reális nem mindig fedi egymást. Tehát a beszélgetésre még itt a fórum után lesz lehetőség, és amivel a fórumot én kezdtem, most meg is tudom mutatni, mert ha beszélünk egy pár dologról, hogy ilyen jó, olyan jó, és nem tudunk erre bizonyítékot adni, akkor mindig bajba vagyunk. De most már tudunk bizonyítékot is adni, mert megjelentek a kenderesi győztes barátaink, polgármesterasszony, képviselő, hölgyek és urak, kérem, hogy álljatok fel! Ahogy az április 3-ai győzelem estén miniszterelnök úr mondta, hogy ez a győzelem olyan volt, hogy a holdról is látszik, úgyhogy a kenderesi győzelem, hogyha a holdról ugyan nem látszik, de aznap éjszaka, ahogy friss és meleg volt az eredmény, ahogy kijött, miniszterelnököt értesítettük róla, és a Magyarország-Görögország foci meccs fél idejében értesült róla, és azt mondta, hogy hát ez a jó eredmény, a Puskás Ferenc stadionból látszott kenderesi eredmény, mindannyiunk eredménye. Én még egyszer gratulálok a kenderesieknek, és nem győzelmet, nem jutalmat nyertek el, hanem munkát, nagyon sok és nagyon kemény munkát, de a kenderesiek erre adtak felhatalmazást, és a mi csapatunk erre ad segítséget. És ahogy Magyarországon is tudjuk, és nekünk is fontos itt Karcagon, és ebbe a választókerületbe, a Nagykunságba és a Tiszatóvidékén, mi nem azért vagyunk erősek, mert külön-külön erősek vagyunk, hanem mi együtt vagyunk erősek, mert megtámasztjuk egymást, válvetve harcolunk, és ezt a példát kell mutatni egész Magyarországon. Én mindenkinek köszönöm, hogy itt volt, mindenkinek köszönöm azt, hogy meghallgatta Simicskó István miniszter urat, képviselő urat, frakcióvezető urat,
és hát van egy meghívása még Simicskó Istvánnak, úgyhogy edzést fog tartani még a Szent Anna István iskolába a kadétoknak és a rendvédelmiseknek, mert így öltönybe, nyakkendőbe, öltönycipőbe is a fiatalokkal leállt önvédelmet gyakorolni, fogásokat mutatott be. Tehát az a jó, hogyha egy ember Magyarország és a hazavédelméről nem csak beszélni tud, ha kell, meg is tudja tenni. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy itt voltatok, és még egy kis beszélgetésre, úgyhogy nem kell elrohanni. Frakcióvezető úr itt marad, mi is itt maradunk, és a kérdéseket fel lehet tenni szűk körbe, mert a szűk körbe feltett kérdésekre